Újrahasználati központ nyílik hamarosan Nyíregyházán is, a Kerik utcai hulladék udvarban lehet majd leadni azokat a használati tárgyakat, amelyek más számára még értékesek is lehetnek. Ehhez hasonló központ már több városban is működik országszerte. Erről beszélgetek az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével Petro Árpáddal. Köszöntöm itt a stúdióban. Tulajdonképpen ez a kifejezés, ez az újrahasználati szó, erre gondolok elég sok mindent elárul, így már első hallásra is, de bontsuk ki ezt egy picit, hogy a, az önök szolgáltatását tekintve mire kell gondolnunk. Én a hulladéktörvénynél kezdeném. A hulladéktörvény prioritást ad azoknak a tevékenységnek a végzésére, amelyek során nem keletkezik hulladék. A prioritások azok az újrahasználat, a megelőzés újrahasználat, újrahasznosítás, termikus hasznosítás és végleges lerakás, és ebből az első kettő az, ami tulajdonképpen a település és hulladék mennyiségének a csökkentését eredményezi. A megelőzés egyik klasszikus példája, az például, hogyha az ABC-be egy vászontáskával megyünk, nem ott kérünk egyszer használatos nylon amit később eldobunk, hanem ezt a, a, a megvásárolt terméket ebbe a szatyorba rakjuk, és ezt többször tudjuk használni, így lecsökkentjük a feleslegesen keletkező csomagolási hulladék mennyiséget. Az újrahasználat viszont, aminek Nyíregyházán is lesz most majd lehetősége, a bevezetésre, ez pedig abban nyilvánul meg, hogy a számunkra már használhatatlan háztartási berendezéseket, eszközöket, bútorokat behozzuk a központba, Számunkra már nem képviselnek értéket, viszont valaki elképzelhető, hogy ezeket még tudja használni, és az átadott bútorokat egy cseki összeg ellenérték ellenében továbbadjuk. Szóval nem keletkezik belőle hulladék. A lényege a tevékenységnek, hogy a kommunális hulladék mennyiségével lecsökkentjük a környezetre mért káros hatásokat, a környezet lecsökkentjük, azzal, hogy ezek a termékek tovább használatba kerülnek a funkciójukban, rendeltetésükben. Szoktam mondani, hogy az a hulladék a legolcsóbb, amelyik nem keletkezik, hát tulajdonképpen ez fog majd megvalósulni egyházán. Hol vizsgázott ez a fajta elképzelés? Melyik városokban? Mondhatom, hogy egyedi, nem egyedülálló, de egyedi a kezdeményezés. Az országban tudomásom szerint csak három helyen működik, Budapesten talán kettő, és Miskolcon most adtak át egy újrahasználati központot, úgyhogy országos viszonylatban is egy újszerű dolog én ilyen antikváriumnak fordítanám le, hogy tulajdonképpen ez úgy működik, mert nem csak a háztartási berendezések és bútó darabok kerülnek átvételre, hanem akár CD-ket, akár könyveket, akár más használati tárgyat is behozhatunk ebbe a központba, természetesen térítésmentesen adhatjuk le a központban, csak az fog majd érte fizetni, aki elviszi ezt a tárgyat tovább használatra. Viszont ezek az ellenértékek és csekély mértékűek, és csak a tárolási költséget és az egyéb apró manipulációs költségeket kell megtéríteni. Egy kicsit olyan kultúráltabb verziója ez annak a fajta lomtalanításnak, a, ahol, amikor tényleg olyan jelegű tárgyak kerülnek ki a megadott kis szigetekre, amelyek még valóban mások által használhatóak, ha én így jól látom egy kicsit. Pontosabban ebből indultunk ki, mindenki számára köztudott, hogy mivel jár egy lomtalanítás egy van. városban. A városképet romboló hatása van, a, a közterületeket szerintem eléggé megterheli az a lomtalanítás során, hogy kihelyezünk mindenféle tárgyat. Ez természetesen nem minden tárgy a közszolgáltató által kerül begyűjtése, hanem egyes városlakók úgy gondolják, hogy ők ezt tovább használnak, és a kihelyezett lomtalanítási tárgyakat tovább viszik. Na most ezt megpróbáltuk valami olyan korlátok közé szorítani, hogy ez mégsem legyen környezetterhelő hatású, hogy esztétikailag is a városképet próbáljuk meg valamilyen formában megőrizni. Szerintem nagy keletje lesz majd a későbbiek során, és nagyon sokan fogják látogatni ezt az újrahasználati központot, mert valóban olyan használati tárgyak kerülnek majd beszállításra, amelyek még tulajdonképpen újra használhatók. És szóval, a, központ az, a központ, elemei a tároló konténerek, a, a, rekeszek és a, és a polcok most vannak beszerzés alatt, úgyhogy reméljük, hogy az idei évben már meg fogjuk nyitni. Én úgy gondolom, hogy ugye ez, és ezzel szeretném zárni a beszélgetést, ez ugye a lakosok számára annyiban jelent egy kis plusz terhet, hogy nyilván oda el kell vinni mindazokat a feleslegesnek ítért tárgyakat, használati tárgyakat, egyéb eszközöket, amelyeket egyébként pedig a lomtalanítás alkalmával csak a hozzánk legközelebb eső helyre helyeztünk ki, de azt gondolom, hogy ez egy elég hasznos útja lehet annak, hogy a városképet valóban egy kicsit rendben tartsuk. Kerékutca, hány szám, még ennyit mondjunk el azért, ott merre keresünk. A egy szám alatt található, a Tiszolsvári felüljáró alatt. Nagyon szépen köszönöm az információkat. Én köszönöm a lehetőséget.